Ezek szerint jó döntés volt a törvények szigorítása? Én azt gondolom, hogy egyrészt ez is közrejátszik ebben, másrészt azért lehetett látni már a tavalyi évben, 2008. október 23-án, hogy egy teljes egészében más rendőri stratégia érvényesül most már a fővárosi rendzavarásokkal kapcsolatban, és ezek ellen az intézkedések ellen nem nagyon tudnak ezek a nem békésen demonstráló emberek bármit is felvonultatni. A rendőrségnek az ünnep előtt nem volt információja arról, hogy bárki komolyan meg akarná zavarni az ünnepet. Ez előjele lehet egy utcai harcok nélküli estének? Hát én nagyon remélem, hogy igen. Az is közrejátszik azért, hogy az ilyenfajta forradalmi, idézőjelbe téve forradalmi hevület ezekben az emberekben azért a rossz idő és az eső, illetve a hideg által pillanatok alatt csillapodik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai estében a rendőrségnek egy kicsit szerencséje is van, hiszen az időjárás most nem tavaszi és barátságos, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ilyen szempontból csendes és nyugodt esténk lesz. Tarjányi Péter, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.